Sziasztok! Megint itt, hol a kamera? Itt a kamera! Hogy vagytok? Mi újság veletek? Resident Evil-ködünk pénteken! Miért is ne lenne jó egy csodálatos pénteki napon, amikor mindenki más bulira készül, félni és rettegni? Hát egy csodálatos ötlet! Sziasztok! Szia Lezúzió! Szia, szia! No kérem, igen, péntek van ma, és folytatjuk eme csodás történetet, ahol mindenféle furcsa helyről támadnak rá mindenféle furcsa zombiszerű lények, meg kiesnek, meg rámesnek, aztán meg mindenféle furcsa bajuk lesz, és így tehát furák. Szia Ádám, szia Blanka, és szia Nikol, jaj, de szuperák vagytok, hogy itt vagytok, mindenki szépen beérkezik. Blanka kérdezi, hogy hogy vagyok, köszönöm szépen, jól vagyok, készüljetek fel. Kávét ittam. Tudom, nem kellett volna, de hát majdnem el akartam aludni ebéd után, mondom, hát azt nem lehet, hát kell inni egy kávét. Csak a kávé rám olyan negatív hatással van, hogy iszonyatosan felpörge. Tehát várhatóan egy bizonyos intervallumig még úgy fog pörögni, mint a jó élet. Plusz erre még rátesz az, hogy mivel felpörgetett a kávé, így stream előtt bulizgattam itthon, ment a tánci, meg az énekelgetés. Szerencsé, hogy talán nem hallják a szomszédok, talán. Ilyesmik. Azt mondja Lezúziusz, épp live elejére végeztem a fordítással. Nagyon király vagy Lezúziusz, köszi szépen! Szuperság! Aztán van-e még valami? Jó, semmi baj, Blanka! Bármikor ugye vissza tudjátok nézni a streamet, én örülök, ha itt vagytok. Az a lényeg. És mit akartam még nektek mondani? Ja, igen, a mai streamnek is, ahogy ezen a héten is az előző streameknek is, Szabinka készítette az Index képét, és továbbra is megtaláljátok az ő linkjét a videó leírásában, és ott tudjátok őt keresni, hogyha bármilyen megkereséssel
akarnátok keresni, hát mert mi mással akarnátok keresni. De hát, hogy az eredetek tőle kérni bármilyen index képet, bannert, vagy hogy készítsen valami szuperságot. Aztán, szia Krisz, szia! Lezúziusz megírja, nagyon szívesen, ha jön további hír vagy patch a D4-hez, már teszem is majd ki, köszi szépen, szuper vagy! Nagyon jó, bogaráztam, amiket írtál ki, mind nagyon-nagyon jók, és jó tudni róluk, nagyon jók is, és majd ha lesz Diablo, akkor beszélünk róla. Nem kéne ilyen sokat beszélnem egyszerre, mi? Ja, néha lesz mögöttem egy-két csörömpölés, beindul egy-két mikro, meg ilyenek. Párom itthon van és tevinkedik a háttérben, de most ez színesíti meg a mai streamed. Ha nem éppen zombiktól ijedek meg, akkor majd attól, hogy ő csörömpöl a hátam. Na, mit akartam még nektek mesélni? Ki mire készül még a hétvégén, azt írjátok meg. Illetve készültem nektek is szavazással, mert ha már Resident Evil, akkor kíváncsi vagyok egy dologra. Kiírom nektek, a kérdés pedig a következő. A két csaj közül melyikkel szimpatizáltok? Szimpatizáltok. Van a Claire, vagy van az írva, talán így, mindegy is. Meg Ada, vagy Ada, ezt most nézzétek el nekem, hogy nem tudom pontosan jól írni a nevüket. Valahogy így van írva a nevük, de csak tudjátok melyik. Odaírom, hogy Ada az FBI ügynök. Röhögök előre a saját poénomat, tök bolond vagyok. Claire, meg a díszes zsebes. díszes zsebes. Úgy? Igen. Na, úgy, megy a szavazás közben. Na, miket írtatok? Igen. Szuper. Jó, na már pörög a szavazás. Szuper. Fú, de kíváncsi vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog kijönni. Na, ja, meg közben átkapcsolok egy gaméra, amit amúgy be kéne állítom, hogy ne ablakmódba jelenjen meg. Vagy már átállítottam? Csak azért jelent meg így, mert hol van grafika? Teljes ki. Akkor csak azért jelent meg, mert altaboztam. Jó van. Na! Jó, gyerekek! Tudom, hogy rám fogja hozni a szívbajt ez a játék, vagy sokszor. Tudom előre, és félek. De hát na. Meg kell csinálni, meg rengetegen nagyon szerettétek a Resident Evil részeket, nagyon sokan néztétek vissza, amit nagyon szépen hálásan köszönök, és pont ez is gondolkozom, hogy nehogy már ne hogy abba hagyjuk, viszont a nagy kérdés az, hogy azzal, amink van, ami egyenlő a semmivel, konkrétan a nagy büdös semmivel, azzal teljesíthető a játék hátralevő része. Sasper, kb. Amikor így ránéztem a végigjátszásoknak az időintervallumára is, hogy hol tartok én, mert semmi esetre nem akartam magamnak leszpoilerezni, hogy mi lesz a vége, mi lesz a történet, és ugye ti se írjátok meg, kérlek. Így néztem, hogy még kb. 3,5 óra lehet hátra, ha az ember jól játszik. Na hát azt engedjük el nálam, azt engedjük el. Tehát meglátjuk, hogy belefér a mai adásba, lehet, hogy nem, de akkor lehet, hogy lesz egy Resident Evil 4 rész. De fennel az esélye annak is, hogy a nagy büdös semmivel, ami van, ami a rendelkezésünkre áll, mert se minimális lőszer, nem, azt hiszem már nincs is késünk, gyógyítófűvünk se talán van. Milyen szép magyar mondat volt, se talán van. Ezekkel vágunk neki, és az biztos, hogy láttunk egy nagy, iszonyat nagy óriás lényt így elcsusszanni a csatornába. Ja, meg ugye kiderült a trapistáról, az nagyon tetszett, hogy Zsuzsi elnevezte, hogy őt is az Umbrella alkott, és az Umbrella egy nagyon csúnya, gonosz dolog, akit Édával válvetve el akarunk pusztítani, meg rá akarunk jönni, hogy mi folyik itt, és miért kezdődött el ez az egész zombiság. Ilyesmi krémlenek az előző részből. Nikolnál szakadozik a net. Jaj, ne már! Lezúziusz, nekem is megakadt egy pillanatra. Jaj, ne szívassatok!
Nem szabad, ne tecske, ne rosszalkodjál. Kell szerezni majd egy új rútert előbb-utóbb. De igen. Remélem nem lesz gond, de ha persze bármi, nagyon sok szakadozás lenne, írjatok, mert akkor nem sok mindent tudok csinálni a nettel, hanem akkor majd eltoljuk. De, ja, nem tudom, mert most direkt sokszor pihentetem a routert, hogy akkor hát, ha jobban érzi magát, de úgy fest. Most vagy a netnek van hibája, vagy a routernek. De megyünk tovább. Hát ha nem lesz semmi fennakadás, és miket írtatok még? Blablabla. Jól van, Blanka, azt mondja, a PS3 világában már tombol a Pest is. Pest is? Ha. Jól van. Igen. Jó, tehát majd írjatok, hogyha megint lenne fönnakadás, please, please. Remélem nem lesz. Na kérem, hát, elméletileg minden készen áll. Úgy. Jaj, miért is akarom én ezt? Fú, nem tudom tovább húzni még, nem tudom, a franc egye meg nagy levegő. Kifúj, nem lesz semmi félelmetesség. Ez csak egy videójáték, és nem annyira félelmetes. Lezúziusz írja, rettegése fel. Ad a vonk. Hát ezt pont el tudtuk olvasni. Ez jó kezdés! Ada, mit csinálsz vele onnan a hátulról? Megtolt minket ide a mosdókagyló felé! Te kis rossz kislány, te! Na, szép kezdés! Én is oda tollak, menjél oda! Mosd meg te is a kezed! Fontos a fertőtlenítés ilyen járványos időszakban! Jó kezdés, jó kezdés! Oj, te sóti, jaj, de szép vagy! Kézigránát bele tudjuk rakni a szájukba! Küldetéste. Tök nem ezt akartam. Hogy kell? Shift mozgatás. Ládába rak. Vörös gyémánt. Ládába rak. Ládába rak. Puska por maradhat nálunk. Kézigránát kivesz. Mag lőszer, nem tudjuk mibe belerakni. Ennyink van, gyerekek! Ennyink van! 9 lőszer. Két kézigránát, mert egy kis puskapor, amit max fel tudunk szippantani egészen addig, amíg nem találunk hozzá még valami jóságot. Ennyi. Borzasztó. Mondatonként karikázik egyet a net. Másnál is ez van? Fürdjé már, leírja Lesúziusz, úgyhogy. Na most nem engedi. De tudjuk tologatni. Jó kezdés! Nem zavarja a nénit! Na jó, abba hagytam, abba hagyom, kezdjünk neki. Szinte mentek egyet. Csak, hogy biztosak legyünk. Hol le vagyunk? Aha, pont nem erre kell menni. Ha jól sejtem, hanem a másik irányba. Vagy nem? Vagy nem? Vagy nem? Ada megvéd minket, vagy éda, vagy hogy a fenébe mondják. Lesúziusz írja, hogy nála minden ok, és halleluja. Nagyon jó, akkor minden jó. Ha a vége jó. Te is rám hozod a frászt, Csajci. Amúgy mi a feladatunk? Találd meg Anettet. Én lejjebb veszem ezt a hangot. Most miért nem mutatja a fülesemnek a hangerejét? Jaj, nem zártam le a szavazást, gyerekek! Nem zártam le a szavazást. Ejnye, na! Azt mondja, ugye feldobtam egy szavazást, hogy a két csaj közül melyikkel szimpatizáltok jobban, Claire vagy Ada.
És Claire esett a döntőszavazás. 60%-ban ő nyert a díszeszebes hölgyemény, és az FBI ügynök, a kemény Marko, aki az igencsak beszólogatós, ő le lett szavazva. Na, kíváncsi voltam. Szuper, szuper. Arra voltam kíváncsi, hogy vajon, mivel mondtam nektek, hogy nekem jobban tetszik az Édának a keménykezűsége, és hogy simán kinírta a trapistát, mint Claire, aki jaj, Leon, ujjjjjjj, hát az a kikészített. Na, mindegy, ezt már mondtam, hogy kíváncsi volt, hogy ezzel tudlak-e titeket befolyásolni, de nem, így is Claire esett a döntőszavazat, teljesen jó, teljesen jó. Lezúziusz írja, hogy ugyanolyan fülesünk van, de komoly, jó kis füles ez, nagyon szeretem. Jól van. Jaj. Jó, nem megyünk a nagy sötétség felé. Ez a csajszín nem egy bőbeszédű. Oh, imádlak. Vagy ez pont nem az, amit be tudnánk bárhova is szerelni? Aha. De, oh, de jó. Nagyon jó. Kérnék még lőszert. Itt ezt a kukát nem tudjuk átkukázni. Átkutatni. Túl nagy a csend. Itt vagy valami rohadt nagy para lesz. Már megint? Még nem késő visszafordulni, Leon. Egyet, tetszik ez az ötlet. Na már megint tologat. Már megint tologat hátulról a néni. Szerintem biztos lesz valami olyan, de ez full tip, hogy biztos nem fogunk egy végig Édával menni, hanem ő valószínűleg itt megroppan a föld, és ő máshol fog tudni menni. És megint egyedül maradunk. Na, fújja a hajunkat a ventilátor, nem? Pedig milyen filmbeli jelenet lehetne. Neked se? Neked se. Jaj, de fincsi. Biztos, hogy ez a helyes út. Biztos követ minket a csaj. Sajnos igen. Biztos, hogy nem fog minket követni. Maradj ott. Na, tudtam, tudtam. Ajjaj. Mi a jó élet ez? Most komolyan! Ezt láttuk, elcsúszak. Gyerekek, futás van a kamera felé! De jó! Nem is tudom, mikor láttam ilyet utoljára, milyen játékban. Még a Tomb Raiderben. Hát ez megevert. Ez egy hatalmas nagy krokodil. Meghaltál! Kiírva, folytatjuk, persze. Hogy tudok sokkal gyorsabban futni? Tudok gyorsabban futni? Nem tudok, ez tök szerencsétlene. Hát a shift-el, de hát ennyi. Hát így hogy? Jó lesz! Jó lesz, várjatok, jöhet majd, nem sokára. Igen, ezt már hallottuk. Sajnos ez a helyes út. Na, fussá! Nem ezt akartam begyújtni, te szerencsétlen! Hanem ezt! Hogy azt a jó megveszem? Mit csinál ez a krokodil, Dandy? Undi vagy! Yes! Ez az! Gyúlékony gáz! Dögölj meg! Mi meglépjünk le, nem lehet lelépni, nem én szeretnék lelépni, ott azt le kell lőni. Bele kellett volna lőni, mi a csőbe? A rohadt életbe. Szia, M-nemik, szia! Forrest, mi? Fuss, Forrest, fuss, akarom mondani, krokodil, tehát írja le Zúziusz. Na, harmadjára. Menni fog ez? Biztos bele kellett volna lőni a csőbe, hogy a rohadt életbe már. Na, várjatok, akkor megint bekészítem a hangot. Most jót fogok elnyomni. Most jót fogok.
Blá, így van, menjünk már, Leon. Biztos, hogy ez a helyes út. Ez még mindig szünet, kihagyás. Nyomjuk. Run. De rohadt undi ez a szörnyi mörnyi. És fú, szerencsétlen! Jaj. Jó, tehát bele kell lőni abba a gázcsőbe. Yes! Gondolom én, még mindig. Jajajajajajaj! Na! Te nagyra nőtt rohadék! Ez mekkora szöveg! Ez nagyon tetszik! Leon, itt bent! Hagyjál be! Mi a fele volt az? Jó van, jól van, várjál! Várjál, de ott volt egy... Az elmentette? Elmentette, jól van. Hú, koncentrálás, menjünk fel, persze. Jaj. Na várjatok, úgy. Valami nem tetszett az egyik üzenet a Stream Elements-nek, aztán megjelenítettem. Jaj, na adjunk neki. M nem írja, mint a Blahán este égő cigivel a kezedben. Milyen igaz. Jaj, de igaz. Na mit magyarázol, Éda? Adjatok nekem lőszert. Meg egy kis füvet is kérnék már, mint gyógyító füvet. Liftezünk a lányzóval? Az Igen? A szörnyeket ad el. De kinek? A hadseregnek? Hoppá. Valaki más? Felgyűrt a lábán az... szörnyeket adnak el, hanem vírusokat, amikkel azokat létrehoz. Ami a fenéje, a kabátkája. És készítette a vírusokat. Ah. Olyan veszedelmeseket, mint az az aligátor, de Anett sokkal veszélyesebb. Anett sokkal veszélyesebb. Akkor őt kell kinyírnunk, gondolom én. Aha, és szörnyeket ad el az Umbrella. Itt egyre izgalmasabb dolgok derülnek ki. Igazíts meg a lábadon azt a cuccost. Na. Történt. Na jó, nem szórakozok vele, kikészít ez a csaj. Ah, mentési pont, ide veled. Nem tetszik ez nekem. Határozottan Leon keze munkája. Azonosítsa magát! Anett? Birkin. Őt keressük? Nincs sok idő. Ártalmatlanítani kell. Adja át a G-vírust. Az nem történhet meg. Figyelmeztetem, doktor. Ó, igen. Hé! Megállj! Jaj, megmentettük! Szerzítek meg a G-vírust! Ajjaj, Anettet tényleg el kell kapni. Nem hittem volna, hogy van fegyvere. Bekaptunk helyette egy golyót. Leon! Oh. Csak menj! Állítsd meg, mielőtt megszökik. És véget ért a játék! Jaj, de kár! Nem ért véget, mi? Épp a létesítmény előtt vagyok. Mi volt ez a skippelés, hogy egyszer csak már nincs rajta a ruci? Ha nincs nála, az igen. Akkor a fészekben lesz. Ha nincs nála, akkor a fészekben lesz. Akkor gondolom a G-vírus. Hát ezt a csajszint tipikusan arra formázták. De van! De komoly!
Hát ez rohadt jó! Ezt a nagyon szexibe villódzó csajszit fogjuk irányítani, Édát! Hát ez nagyon állat, de jó! Az igen. Hogy tud ebben mozogni egyáltalán ebben a feszülő cuccosban? Hát ez de jó! Na mit van? Mutasd! Ennyi? Hát sokra megyünk veled. Legalább lootolt ki Leont. Hol van? Ja, itt van, ráterítetted a kabátkádat. Hát ennyit Leonról. Szia, Szabinka! Szia-szia! Jól van. Így van, nem hagyjuk magunkat. Koncentrálni kéne. Nem hagyjuk magunkat. Hogy vagy, Szabinka? Nagyon szép lett a mostani index kép is. Köszönjük szépen. Bepróbóztam most is az elején. Jó, hát gondolom, akkor arra kell menni. Jaj, na kapjuk el Anettet. Ezt nem mutatja mi, hogy oda bemászik. Ez honnan szedted elő? Hát valaki mondja már meg nekem, hogy ez honnan szedte elő? Komolyan. EMM megjelenítő. Végig tudod követni a vezetékezést, és fel tudod törni az elektronikus berendezéseket. Hoppá! Hát azért az egy ilyen kis hacker hiányzó. Uh-huh. Célzás, meg nyomvatartás. Wow! Agyam, eldobom. Elő a titkos fegyvert. Hát ez kár, hogy nem Leonnak mondtad. Hát ezek rohadt jók, ezek a szövegek ebben a játékban, most nagyon oda tették. Jaj, most érti az a Szabinka. Az igen, oda nézzetek, látjuk a csövet. Nem semmi, enélkül, a szerkezet nélkül nem is látnám, hogy ott van a cső. Nem is látnám. Én azt kérdezném, mennyi volt az a ruha Black Friday, kérdezi Nikol. Jól van. Na nézzük. Tört fel. Ez igen. Van itt még más rejtett vezeték is? Leon, van benned egy vezeték? Egy titkos fegyver? Jaj, mamám. Na jó, zúzzunk. Ezt biztos tök jó volt beindítani. Miért is? Ezt miért volt jó beindítani? Ez igen, kirobbanó sikered volt, Ada. Gyerekjáték. Gyerekjáték. Jó, szerintem a másik fegyveredet vedd elő. Fúj, megint itt vannak ezek az undi rákcsálók. Meg még több. Na. Az igen. De most komolyan, ilyen ruhában megy terep munkázni? Éda. Szerintem álljunk hátrébb. Tudod, hogy? Hát persze. Szeptemberi ellenőrzés első hét. Kérelem... Csuklópántra, tartalék csuklópántra van szükségük azonnal. Igen? Nem tudnak anélkül eljutni olyan helyekre, ahol dolgozniuk kéne. Aha. Jó. Biztos fontos, tehát csuklópánt. Van itt még bármi, ami kellhet nekünk a zombin kívül? Nem. Jó. Megtanultam, hogy zombit nem lövünk le. Ajaj. Várjál.
Ajaj! Ez elkapott minket! Ez így nem lesz jó. Nem akarom lelőni. Én tudom jól, hogy ezek eszik a golyóimat. Azok mielőtt beszélek. Jaj, babám. Hogy bár abba a nyürgést. Lezúzius írja. A mindenit! Legjobb pillanat, gyanús! Ja nem, a midet! Igen! És nézzétek meg, belelőttem 3-at, és tökre nem érdekli. Jó lehetett volna ez, tényleg ügyesem. És valahogy tényleg tartalékoskodnom kéne a golyóim. Ez persze, hogy mikor tanultatok meg ti? Ajtót kinyitni. Öntudatos, sohát zombik. Aha, itt is valamit művészkedni kell. Na. Ez egy másik. A harmadik. Csodálatos. Utálom ezt a játékot. Na. Csodálatos. Okosan kéne. Ez kikészít, hogy ennyire kevés golyó van ebbe a játékba. Most ide adták ezt a csajszit. Úgy, hogy alig van neki golyója. Szerencsétlen vagy te is. Jaj. Van, ott van! Ez az... Az mi? Villanyógránát, ide vele. Majd egy növénykét is örömmel fogyasztanék. Na, Hörgicse, gyere! Kerüljük meg ezt a dobozt. Úgy. Ügyes vagy, Hörgicse. Hörgicse 1. Mindjárt lesz Hörgicse 2. 3, 4, 5. Figyelj, kilépek ebből a játékból, és letörlöm a fenébe! De komolyan! Jól van! Hagyjál! Hol kell felmenni? Zsák utca! Felmegyek, azt bemütyürkézem a villanyságot. Meg itt szerintem nekem úgy fest, mintha tologatni is kell. Nem tudok visszamenni, mi? Ez tipik lenne. Az full tipik lenne. Aha, ez lesz a végcél. Ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó. Basszus. Hát ez így. Mondtam már, hogy ez így nem lesz jó. Át kéne jutnunk a... Oh, itt föl lehet menni! Yes! És ez nekünk jó? Jó kérdés, mi? Jaj. Valong Johnson. Hát ez... Most komolyan? Ez jó, most két töltény mellé ment. Egyikük rusnyább, mint a másikuk.
Melkint mellé, négy mellé. Nem, úgy van az. Úgy? Hagyjatok békén dolgozni. És még mindig jön. Hát agyam eldobom. Ez az, na húzzunk innen. Jaj. És valahogy gyorsan kéne intézkedni. Mert ezek felkelnek, erre kell menni. Nem ez. Ez kell nekünk. Igen. 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 És ezt most hogy? Hogy? Hova megy? De most nem. Akkor én nézem a rossz irányt. Nem bírom ezt a játékot. Nem bírom. Nem. Várjál. Hát ez oda levisz valahová. Én itt nem is volt. Vagy mi? Hogy? Mi van? Yes! 9 töltény, meg még plusz 3. Hát tudjátok mire elég? A nagy büdös semmire. Arra mind. Ez az örögjél! Rohadj meg! Ez az! Kapjál be egy villanyógránátot! Úgy! Csá! Leléptem! Yes! Most megvagy! Ó, Anett! Add ide a G-vírust! A meneküléshez ért ez, Anett! Adjál tőtényt, meg zöld füvet. Add azt mind ide. Szívós rohadék vagy, nem igaz? Mik ezek a hangok? Mi ez a hang? Mi van? Mi van? Na nem. Na nem. Na nem. Nem. Nem, nem, nem. Ez most komoly! Hát ezt nem hiszem el. Hát... Elütöttük egy... Már mint egy... Igen. Elütöttük egy rohadt nagy teherautóval trapistát. Mi a túrót keres itt? Miért? Könnyű játékmódra váltasz és folytatod? Hát ez egy teljesen szimpatikus ötlet. Célzás segítő is van benne? Bizonyos mennyiségű életerő automatikusan helyreáll. Az ellenségek egy kicsit gyengébbek. Aha. Nem, megpróbáljuk még így, de... Azért milyen durva, hogy azt mutatja a játék, hogy te szerencsétlen, vedd le könnyűre, nem megyez neked. Fúra elsugalja, közi játék. Értem, értem a célzást, de nem. Ha már szívok, akkor szívjak rendesen. Aj. Na, mi baja volt a Streamlabs-nek? Várjál, törőtüzet megjelenítése. Igen. Na, jól fad az egy szint ide vagyod, akkor is nagyot mentünk tegnapi streamben.
Lezúzul, semmi baj. Gondolom az nem tetszett a Stream Elements-nek, hogy hosszú az üzenet. Semmi baj. Semmi gond, Lezúzul, semmi gond. Hát ez kész ez a Stream Elements. Na! Nem. Még nem. Jó, tudom mi van, mi a helyzet. Ez fog nekünk kelleni, mert jön az a rohadt trapista. A meneküléshez érte Zanett. Ezt elismerem. Gyerünk. Tudom, hogy jönni fog, tudom. Nyomjuk. Az, hogy rohadjon meg, hogy egyszer felrobbantjuk egy atomtöltettel, vagy én nem tudom mivel, de... Ezt nem lehet bírni. Mit nem csinálok jól? Valamit nem csinálok jól? Most! Hát ezt nem hiszem el. Ti 87-ére majd sikerülni fog. Tudom, hogy meg fogok halni. Tudom. Rohadj meg, te utálatos lény. Ott lesz egy töltény. Fúj, de utállak. Nagyon-nagyon utállak. Trapista. Nagyon-nagyon utállak. Azt rohadj meg, bakker! Egyszer nagyon-nagyon csúnyán ki foglak nyíni. Figyelj, beleraklak abba a szellőzőbe. Ez például zsastam. Ilyen baromságot az életben senki nem látott. Körözni kell trapistával. Ez szép volt. Biztos, hogy nem ér véget itt. Biztos. Nem tudom, ez miért volt fontos, de biztos. Most nem hallom lépkedni, de az... Semmit nem jelent. Mentési pont. Ezt mentsük el! Hogy mindjárt megdöglünk? Ez inkább ide mentem el. Jaj, Istenkém. Égető kemence. Oda rakjuk be trapit. Oda, és itt biztos lesz egy rohadvány. Zombi! Jó, először nézzünk körül lootért. Ki készít ez a játék, mondtam már? Ilyen figurácska. Te nem tudsz ütni. Szerencsétlen vagy még ahhoz is, mi? Adjál zöld növényt, meg lootot, szegény Csajci nagyon ki van. Az igen. És még ide föl is lehet menni? Na, szeptemberi ellenőrzés második hét. Újonnan érkezett csuklopánt. Pontási terület felmérése. Ami az égető kemencéről szóló jelentést illeti, semmi komoly. Csak egy nagy darab maradék szemét. Blablabla. Köszönjük. Biztos rohadt fontos volt ez valamiért. Jó, trapista nem tud bejönni, nincs zombi. Legalább egy kicsit nyugi van. Jaj, na várjatok, akkor ki tudom fújni az orrom. Egy pillanat.
Na, itt vagyok, kérem szépen. Közben hallhattátok Édának a nyögéseit, remélem. Csodálatos élmény volt. Bocsász. Igen. Jó. Itt nagyon sokat kell mütyörögni az áramossággal. Na, Nikolnak vendégei lesznek hétvégén. Igen, kérdeztem tőletek, hogy ki mi jót fog csinálni a hétnek azon bizonyos végén. Érdekesek itt a vezetékek. Jó, mindjárt rájövünk, hogy hogy is van ez. Rájövünk. Vagy nem. Nincs, a legrosszabb esetben mindent végignyomkodok. Az mindig működik. Vagy azt a fenti kart meg lehet anélkül is húzni, nézzük meg. De hogy sehol semmi élet, hát ez kikészít. Lehet, hogy tényleg könnyű játékot ma kellett volna kezdeni. Már a saját cipőkopogásaink is megijesztenek. Blanka meg pihen. Na, nagyon szuper. Pihenni jó dolog. Az nagyon jó kis dolog ám. Jó pihenést kívánok. Aj, kezdődik. Rajtuk van a csuklópánt, tuti meg fog mozdulni. Azonosító csuklópánt, yes! Ah! Basszus! Bravo! Akkor most élve elégedsz? Soha nem teszed a mocskos kezed a gére. Nem csak én keresem. Gondolom, ezt te is tudod. Akkor nem egyedül halsz meg. De... Mi van? Mi van? Mi a jó rosszabb van? Hát de... Semmivel nem csinál semmit ez a... retek. Semmivel nem csinál semmit. De nem értem. Mit kéne csinálnom? Hát de nem értem. Oh! Rohadj meg. Jó, ezt már buktuk, de... legalább megtaláltam azt a rohadványt. Szia, Kevino! Szia! Na. Na, lezuzuz, én szét fogom kockulni az agyam D4-jel írja. Hihi, nagyon jó. Hú, basszus, engem is behúzott rendesen most megint a D4. Ma is munka közben tök sokszor agyaltam rajta, hogy szét fog farmolni az agyam. Tehát jó játékot, lezuzuz. Na, még egyszer. Ez most egy... egy olyan stream, amikor sokszor halunk. Na, add ide a csuklópántod, ha már zöld növényed nincsen. Igen, ezt már láttuk. És látom. Azt is tudom, hogy itt van. Akkor most élve elégedsz? Na, várjál. Ez előbb működött. Vagy még most nem? Nem csak én keresem. Mondta, hogy legalább közben még gondolom, tudjuk nézni. Akkor nem egyedül halsz meg.
Na, most. Aha. Igen, oda, úgy. Yes, úgy. Yes, úgy. Na és most majd melyiket kell? Úgy, ezt. Úgy. IQ! Yes! Na most dögölj meg, Anett! Na most dögölj meg! Ez a Liban, tudja, hogy mit csinál. Azt tudni. Közben írja Camino, és siettem, hogy ide érek, sajna most végeztem a melóval. Ah, szuper vagy, Camino! Ide-ide értél. Amiről lemaradt, ezt meg majd vissza tudod nézni. De... Hát most igen, Nédával vagyunk a szuper kis estéjében. Hát, és nem éppen jó állapotban. Mentünk egyet. Jaj. Engedély elfogadva. Az önazonosítója október 1-ig érvényes. Köszönjük. Az már lejárt. Vissza ezen időpontig. Nem fog megtörténni. Nem erre. Na, igen, térképesség. Szóval akkor itt valami loot lesz. Vagy rosszabb. Hát ez a játék nem annyira adagolja a lootot. Pedig jól jött volna. Na még te is ijeszgessél. Trapista elő fog megint kerülni, ez biztos vagyok benne. Nem tetszik ez nekem. Zöld növényt Aidának! Elég volt ebből a macska egér játékból. A játéknak vége. Vesztettél. Na szép. Mondd csak! A férjed még életben van? Vagy megölted, hogy a tiéd legyen a vírusért járó pénz? Érdekes elmélet. Ha nem működsz együtt, akkor el fogok hozni egy mintát a fészekből. Csak a holttestemen át. Hú, de nem akarja a néni. Azt a rohadt! Az igen! Pakker! Egyik jobban fest, mint a másik. Leon az teljesen bekomált, hogy lelőtték. Ebben meg belállt egy vasdarab. Csak húzz ki, legyél olyan, mint a Tomb Raider néni. Az mindent is túlél. Most vissza Leon? De cuki Camino írja, egész héten erre vártam. Aha, vissza Leon. Vedd fel majd a kabátját a néninek. Jó. Ada. Ada. Úgy Lara néni, Krisz. ja, Ada be is kötötte a vállunkat. Hú, kaptam Ada? Achievementet. Hol vagy? Hát nem itt. Aj, de aranyosan felrakta neki oda a kabátkáját. Ezt ide tudjuk rakni? Jó, így jobb lesz. De neki nincs olyan szuper cucca. Mint Aidának. Erre nem tudunk menni, gondolom, akkor teljesen más útvonalon fogunk közlekedni. Na nézzük, igen. Merre? Kéne majd egyet menteni, az jobbra van. Mentsünk egyet, biztos, ami biztos. Jaj, mamám. Jó, akkor nem mentünk. Úgyis lesz majd még mentési pont.
Aha, ez tök más útvonalon hoz. Azt a mindeni. Jó, hát mentsünk. Miért ne mentenénk? Még mindig nincs semmi használhatós cucc. Ehem. Egy kis lút, egy kis zöld növény Édának is, meg Leonnak is. Vagy egy nem, semmi sem. Na jó. Mi a túró lesz itt? Anett nem jó arc, ő felelős ezért a vírusságért, valami ilyesmi. Van itt kibontakozóban. Itt ebbe a csodálatos sit... Oh, de jó vagyok! Tudtam, hogy a sithalmazban lesz egy kis lőszer. Yes! Lehetne még. Az egy szappan? Na, Leon! Itt az idő, hogy beszappanozz magad. Micsoda illatok vannak itt. Bizonyám. Itt is van még egy kis szappan. Vagy ez egy tányér akarna lenni? Mindegy is. Aha, ide kell majd valami elforgatós műtyürke. Tartsuk nyitva a szemünket. Ott valami világít. Nem, azt benéztem, nem világít. Láttátok? Ott figyel egy zomboid. Hát ez mi? Sörítes lőszer? Jaj, de jó! Jaj, de jó! És megpróbálok ügyesebben bánni a lőszerekkel. Ajaj, nem sokára zombikkal fogunk találkozni. Fogadunk, hogy megmozdul? Digitális videókazetta. Hát mi más csinálnánk, mikor ekkora parában vagyunk, mint leülünk, és elkezdünk videót nézni. Valami fészek, veszítő. Várjátok, mindjárt megvizsgáljuk. Hogy is kell? Így kell. Fészek pusztító művelet 2. Ez aztán a név. Speciális alakulat katonájának holttestéről származik. Fészek pusztító művelet 2. Hú, ezt a címet kellett volna adni a mai streamnek. Valamelyik tuti meg fog mozdulni. Kezdődik. Gyere barát, gyere el onnan. Az a gond, túl kicsit a hely kettőnknek, és simán mellé lövök, értitek? Simán. Agyam eldobom. Kezelő létesítmény. Aha. Az is tuti le fog csúszni. Láttunk Máriát. Te meg fogsz mozdulni. Ez az. Elektronikai alkatrész. De ha én ezt visszahelyezem?
Akkor ott át tudok majd menni, nem? Azért azt jegyezzük meg. Te... Jaj, te vagy az, aki lecsúsztál onnan! Aha, közelről a sotival halálos a dózis. Mi van? Majd mindjárt elveszem. Jaj, ott táncolt. Mit adsz? Ah, ez jó, ennek is örülök, egy kis kés. Itt benne hagyhat, amit benne hagyhatok valakinek a testében. Adjál lootot, please. Akkor érzem jól magam, ha tele a táram. A jó műtyörkében vagyunk. Mondjuk aztán... Nem? Mi van? Ah, egy növény. Az jó. De hogy itt mennyi cucc van? Akkor itt tuti sokat kell mászkálnunk. Volt több... 3 ajtó is, amit nem tudtunk kinyitni. Ez már a második műtyürke, amit szintúgy. Halljátok ezt, amit én hallok? Itt van egy rohadt nagy izé. Ezt nem tudom, hogy vettem észre. De nagyon jó. Kombinál csak azzal. Ez az. Tudsz többet belerakni? Nem tudsz? Ebbe rakjál többet. Úgy. Mi a túró ez? Jaj. A redvás undorítósága vagy te! Fúj, de undorító! Azt se tudom, melyik részét lőjem. Azt kéne! Mi a jó... Á, te... Ott a szeme! Ott a szeme! Nem tudok már mit belerakni... Ja, de még tudok mit belerakni a szádba. Edd meg! Még mindig él. Most halt meg. Hát két gránát oda, rengeteg lőszer oda, felajzott zombik a kerítés túloldalán. Lehetne ennél jobb? Szia, Bandi! Szia!
live nézés a régi setupról, de jó is. Na, otthon vagy. Hazamentél pihenni kicsit, vagy mi csudi? Jajjaj. De azt a nagy műtyörkét leöltük. Basszus, ahhoz járna egy taps. Na, legalább valami siker. Mi van most ezzel most a... Na, azért. A voice mód az nem akar most valami működni, de... Már minden más működik szerencsére. Wow. Föld alatti utazó fülke. Yeah! Egy felvonó. Érdekes. Az. Én is pont ezt mondtam. Ott a növény. Innen látom. Ott a növény. Azt, amit felszedtünk, azt meg nem tudod megenni. Ja. Azt majd ötvöznünk kell valamivel. Meg van egy csodálatos videókazettánk. Hazajöttél szülinapozni? Nagyon-nagyon boldog szülinapod. Bandi, nem mondod, de jó. Vagy nem neked van, hanem valakinek? Na, majd mindjárt megírod, aztán kiderül. Na? Tudjátok, biztos vagyok benne, hogy a trapista majd elő fog kerülni. Ah, jaj, de jó. Kettő lőszer. Több, mint a semmi. Pisztolyba. Pisztolyba van egy. Hát, hihetetlen komolyan. Ez a játék. Adjál még valamit? Adjál még valamit? Mert ez kevés lesz. Hová lett? Mi? Mi lett hová? Várjál. Ez lesz az, vagy nem az, ez lesz az. Nem ez lesz az, mert az valahol máshol volt. Mert hogy? Tudjátok? Aha, az a rendőről sem van. A csatornához nincs kódunk eme szekrénykéhez. Segítsetek, valaki tudja a kódját? Most jöhet egy kis help. Most már legem van, hogy nincsen semmim. Akkor Bandinak van szülinapja, jól sejtem. Igen, de nekem volt 6-án, hali mindenki. Hát Bandi, azért na. Azért a nagyon boldog születésnapot, Bandi, így utólag. Hivatalos és 24 már öregszem. Jaj, te hogy is. Nagyon-nagyon boldog szülinapot kívánunk neked. Juhu! Na kérem, úgy. Tehát, ha valaki tudja ennek a kódját, most jöhet, mert... Ugye, mondtam, hogy nem fogom használni azt a segítő térképet, ami van hozzá, de most már meguntam, hogy... hogy nincs semmink. Hát, ha ad valami jó cuccot ez a szekrényke. Jó, most végigpróbálhatok jó pár akármit. Na, itt egy papírka. Umbrellának küldött e-mailek. Owens igazgató. Az egész fészekre kiterjedő riasztás van érvényben. Bla bla bla. Csapdába estünk. Küldjön segítséget. Szörnyű a helyzet, a fészek vírussal szennyezett. Úgy a fészek vírussal szennyezett. Nem aktiválódott a biztonsági rendszer. Kívülállók munkája? Hű, ez egyre érdekesebb dolgok derülnek itt ki. Hopszi, szegény mikrofon. Azt mondja Blanka, hogy vagy RZX, vagy RYI. Megnézzük, megnézzük. Köszi, Blanka. Igen. Nem tudja abbahagyni a köhögés, miért nem válaszolnak. Mélyer is kim meghalt. Maguk mindannyian a... És ennyi. Aha. Érdekes. Érdekes.
Na nézzük. R, Y, azt mondja Blanka, és I. Ez nem? Akkor nézzük az R, Z, X-et. Nincs is X. Csak K van. Jajjajjaj. Na, valaki tudja, mert jöhet a help, hogy hát valaki tudja esetleg. Jól jönne nekünk most valami. Kis lútosságosdi. Hogy keresem meg azt a kis segítő térképecskémet valahol. Várjatok. Megnézem, hogy mintha leventettem volna, de nem biztos. Meglesem. Azt mondja, hogy itt, úgy. Aha, valamit itt lementettem. Igen. Nem. Hűha. M. Ennél már tovább járunk. Ez lehet az? Nem. Na, ez már lehetne az. De erre meg nem tudok rákattingálni. Ó, te! Ó, te! Aha. Így. Ja, de ez meg csak azt mutatja, hogy hol és merre találok mindenfélét. Jó, hát ezzel nem vagyunk kisegítve. Ezzel nem vagyunk kisegítve. Akkor ez nem segít nekünk. Bezárjuk. Hogy? 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 Oké, semmi gond. Akkor itt hagyjuk. Jaj. Nem tetszik ez a hang. Nekem sem. Ezt eltaláltad, Leon. Gyerünk. Ott voltunk benn, hulladék kezelése. Ada. Jövök, Ada. Várjatok. Csak egy pici pillanatra. Ja, belállt a lábába, a cucc az a baja. Tényleg, jó. Jó, megvan. Megvan. Mentsünk. Ó, meg tudjuk nézni a videófelvételt. Csatorna karbantartó röpirata. Ez mind. Úgy látom, ez nem nagyon tartalmazott számunkra fontos információt. Vészekpusztító művelet 2 mehet a videónézés közösen. Kérem, hagyj el! Hagyj abba! Ne! Megöllek, te szörszület! Ne bántsak! Ez, akit megöltünk az elején. Vagyis nagyon remélem, hogy az is nem egy másik. A patkányok terjeszthették el. Ne szívass! De durva! Ha! Jó, ezt már kidobhatjuk. Megnéztük a videókazettát. Ott mutatja is a kis jelecskével. Eldob. Yes. Jajjajjaj. Nincsen semmi használhatós tudszunk. Na, még egyet rámentünk. Aj, de jó. Egy picike kis lőszer, de hogy...
Ez a full minimál lőszerség, ez továbbra is kikészít. Éj, da, megmentünk! Hogy? Azt nem tudom. Csatornák térképe, szuper! Hát ez jó nagy. Erről a francesen belé. Mindent meg kell itt nézni. Jó, tüzetesen, nehogy itt hagyjunk valami hasznos dolgot. Jó, ott felszedtünk mindent. Azt se tudom, merre menjünk. Arra menjünk, vagy erre menjünk. Tudja, a franc. Veszély! Ez az ajtó távvezérlésű, ezért figyelmeztetés nélkül is kinyílhat. Azt hittem, hogy kinyithatja. Oh, yes. Itt megint logikázás lesz. Az biztos, hogy a básti és a huszár ugyanazon a falon van. A futó, valamint a királynő nem egymás mellett vannak. A királynő és a bástya pedig egymással szemben voltak. Ez biztos, hogy fontos lesz. Ezt meg lementi nekünk valahová? Miért nem menti le nekünk valahová? Bla bla bla, úterület ajtaja. Elvesztett ott valamit. Ami leírja, hogyan lehet kinyitni az, mármint az úterület ajtaját. Igen. Tudom, hogy mindegyik terminálba egy dugaszt kell tenni, de ha valaki emlékszik rá, hogy melyik dugasz hova megy, léci segítsen és ossza meg ezt az üzenetet a fórumon. Tényleg milyen igaz, Nikol írja, van zombi kutya, akkor zombi patkány miért nincs? Hát lehet, hogy a Tomi zombi patkányok is úgy terjesz, tették el a vírus, de tény is való, hogy nem úgy néztek ki, mint a zombi patkányok. Találd meg a dugaszokat! Ez már feladat! Köszönöm. Ezt lefotózom. Fotózd le. Nem tudok képernyő fotózni simán. Jó, várja, akkor ezzel biztos tudok. Várjatok, ez biztos, hogy fontos lesz nekünk, és valamiért nem menti le a játék. Nem lehet képernyő fotózni? Hát ez nem már. Nye. Ég ilyet. Jó, akkor várjál. Ez tuti, hogy fontos. Ez tuti biztos, hogy fontos. Akkor felírjuk. Azt mondja, bástya és huszár ugyanazon a falon. Bástya, huszár ugyanazon a falon. Ne vedd el a feliratot, biztos fontos lesz. A futó és a királynő. Királynő, nem egymás mellett. Nem egy... más mellett. A királynő és a bástya. Ó, mamám. Királynő és bástya. Egymással szemben. Ezt el fogom tudni olvasni? Egymással szemben. Csúnyán írok, hogyha gyorsan írok. Megmutatom. Ott van. Nem szép. De hasznos. Ó! Jó, hogy felírtam. Hát itt van. Itt a gyalog. Itt a dugasz. Mármint csak annyi van. Dugasz. Huszár. Hejó! Nem működött a shift windows-es, azt próbáltam elsőnek lezúziusz. Arra nem működött. Mielőtt elkezdenénk dugaszolni, de mondjuk amúgy is az a feladatunk, hogy találjuk meg a dugaszokat hozzá. Tehát akkor ide kell majd minden esetre visszajönnünk. És kizárásos alapon akkor arra kell mennünk, mert másfelé nem tudunk. Meg... ja. Meg gondolom ezt az ajtót zárják el a dugaszok. Látlak. Adjál nékem lútot. Vagy békázhatunk is. Egy kis békázás, ez mindig jól jöhet.
ott a virág. Jól van. I see. Köszöntjük. Jó, nézzük meg először arra. Exit! Tetszik az exit felirat. Exit! Ezen ki lehet jönni. Ó, te magasságos! Hát milyen hosszú ez a pálya? Na, mutasd a térképet, hogy felfogja, mi a túró folyik itt. Dialakusz elez. Szia, Téroland! Szia, szia! Igen. Jó, el fog tartani egy darabig, amíg megérezzük. Tuti meg fog mozdulni. Ó, és még itt is lesz egy ilyen műtyűr. Ó, te... Mennyi lút, amit nem tudunk rögtön felszedni. Tudtam, hogy meg fog mozdulni. Csá! Úgy-úgy dőlj egyik oldaladról a másikra. Kezdődik. Max fejbe puffantjuk a sotival. Arra már rájöttünk, hogy közelről fejbe kell őket puffantani. Ez az, hogy ha én a vöröset kombinálom a kékkel, az nekünk kevés lesz, meg kéne zöld növény is hozzá. Minden esetre kombinálhatjuk, abból baj nem lesz. Majd Max rakunk mellé még zöldet. Ó, itt a szelepkar. Jaj, de jó. Hát, Blanka kérdezi, hogy miért nincsenek zombi mókusok. Hát figyelj, ha van... A fájlomhoz csuklópán szükséges. Jó van, na. Jó van, na. Tehát, ha vannak zombi kutyák, vannak zombi patkányok, akkor zombi mókusok is vannak. Szerintem. Szállítás, igazolás. Egy darab hőálló szív. Azzal találkoztunk. A kombináció krétával van ráírva a szív oldalára. Oh! Hol van a hangom? Yes! Megyünk szívet rabolni! Csákány! Majd szóljál, odaértél. Némelyik zombinak lövése sincs, mi főik az épületben, már mit a munkahelyedre gondolsz, Téroland. Ah, de jó! Hát, aj, de jó! Kettőt balra! Na, ezt föl kell írni. Hát, idős vagyok már, hogy ilyennyi mindent megidézzek. Hagyjál már! Nyolc. Igen. Jó, ezt szerintem fejbe kell puffantani, mit fog idegesíteni, hogy hörgicsél. Csá. Na, így már szeretem elintézni a dolgokat. Tehát, kettőt balra. Rossz irány. Olyan fura, mert fordítva működik. Te balra tekerem. Vaj, hogy érti, hogy bal? Hát erre. Akkor... Ha erre, akkor mégis jó felé mentem. Tehát kettő, aztán 12 a másik irányba. Vagy nem? Mi van? Na, várjatok. Most összezavarnak az irányok. Kezdjük azzal, amerre mutat a... Mi a fene? A billentyűzet. Kettőt erre, 12-t a másik irányba. Mi van? Így. Nyolcat vissza. Vár,
Itt 8. Ezt szerintem elrontottam valahol. Na, honnan tudod, Blank, hogy a zombi mókusokat a legkönnyebb megölni? Na, mi van? Tehát 2-t erre, 1-2. 12-t a Mátyik irányba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Az előbb elszámoltam magam. 8-at vissza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes! 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 A sörétes puskához egy puskatus, azzal az egy tőténnyel jó lesz. Anyás. Na, folytassuk a találd meg a dugaszokat küldint. Hát, na. Ez se rossz, de na. Azt mondja Nicole, hogy Blankának szerinte nincs igaza, mert sokkal mozgékonyabbak, és több felületen fa jobban mozognak, mint a patkányok. Érdekes elgondolás. A lábaik is hosszabbak, így nagyobbat tudnak ugrani. Az mondjuk igaz? De hát ezáltal akár a zombi bókusok lehetnek veszélyesebbek a patkányoknál. Jó, akkor itt megvolt minden, ugye? A felvonóhoz. Jól van, majd Édával szépen elfelvonózgatunk közösen, de amúgy tényleg mi van Claire-rel? Az úgy érdekelne, hogy ez a csajjal úgy mi a túró van, hogy így mi? Jó, akkor ezt itt megnéztük. Dugai kell nekünk még mindig. Akkor menjünk exit, tetszik. Továbbra is. Másik irány? Nincs másik irány! Ez hogy nincs másik irány. Oh no! Te faszkalom! Oh no! Megint teszik a golyóimat? Zöld növény. Halleluja már megint. Ezt legyél kedves kombinálni azzal. Ja, de lettél felvonó műtyürkénk. Ó, Isten, túl nagy ez a hely. Már megint nem tudom, hogy hol vagyunk. Húzzuk meg! Biztos csak jó lehet. Vagy nem. Jó, nem mozogjatok, jó? Please. Léci. Léci, nem mozogjatok. Rég nem vágom, mi van. És hogy hol vagyunk, és miért. Rettenet undorító ez a hely. Ah, itt még tuti meg kéne küzdenünk valamivel, de hát esélytelen. Full esélytelen. Kulcs? Ó. Egy kulcs a csatorna egyik részéhez. Aha. Vágom. Jó, hát volt olyan ajtó, nem tudtunk bemenni. Biztos nem megyek le oda, hát nem vagyok hülye. Nem bolondultam meg. És ez hova ez vezet? Tényleg elveszítettem fonalat. Aha, itt nem lehet tovább menni, jó.
ide nem lehet tovább menni. Majd lepkék. Majd aranyosan futkározik le a lépcsőn. Igen. Csak le kell menni, mi? Csak meg kéne nézni, mi van itt. De én nem akarom. Nem szimpatikus ott az a szekció. Nagyon nem. Én így... ezt későbbre hagynám. Téről a dírja csatornában nem csak patkányok vannak, hanem nyaligátorok is. Azzal már találkoztunk, belerobbantottuk a szájába a gátcsövet. Persze. Ezt nem hiszem el. Azt komolyan, hogy... és ne... megint nem lesz lőszerem. Megint nem lesz lőszerem, basszus kulacs. Menjünk vissza. Mert tuti le kell menni. Biztos, hogy le kell menni oda. Tudom, hogy le kell oda menni. Már mit sejtem. Igen. Mind tök jó ez a dugajságos di. Most de várjatok, ebben van egyedül dugaj. Ki tudom belőle szedni? Ha? Ki tudom belőle szedni? Mert ez való ide, ahol a huszár van, gondolom én. Aztán majd rájövünk. Ez most melyik akar lenni? Mert így nem ismerem fel, bástya akarna lenni? Dugó feje, futó alakú, aha. Gyalog, az jó helyen van. A futó, azt mondja, hogy a futó, hogy van ez? A bástya és a huszár ugyanazon a falon van. Huszár, és bástya van nálunk? Nem, futó. Ez tuti gyalog, azért nézzük már meg. Biztos, ami tutkó. Azt mondja, gyalog. Azt gondolom, az ide való. Igen. Tehát az jó helyen van. Na még egyszer, tehát igen. Nálunk a futó van. A futó, valamint a királynő nem egymás mellett vannak. A királynő és a bástya pedig egymással szemben voltak. A királynő és a bástya... egymással szemben voltak. Ez nem hasznos nekünk. Mert itt gyalog van. Itt meg huszár. Nyaligátorok szeretik a palacsintát. Miről beszéltek itt közben, csetet? Jaj! Blanka szerint legyőzhetőek, ha adunk nekik makkot, és úgy öljük meg. Hát a zombi mókus nem hiszem, hogy már érdekli a mak. Na. A bást és a huszár. Itt van a huszár. Ugyanazon a falon van. Ez fontos. A királynő és a bástya pedig egymással szemben voltak. Tehát akkor valószínűleg itt ide lenne való a királynő. Igen. A futó, valamint a királynő nem egymás mellett vannak. Tehát akkor ez is kiesik. Akkor ide jön a futó. Ezt értettétek, ezt a logikai menetet? Remélem igen. Jó, de ez még akkor is kevés lesz, mert gondolom én, mert oda nincs, meg oda nincs. De értettétek? Remélem nem keveredtem el, de így volt. Hiszen megtudtuk, hogy
Jó, menjünk, le kell oda menni, ahova nem akartam. És meg kell szerezni a pitty-puttyot. Ja, mert erre nem lehet jönni. Zárásos alapon csak arra lehet menni, és... Hülye voltam, hogy elhasználtam pár lőszert azokba a zombikba. Ki kellett volna valahogy őket ügyesen kerülni. Nem tudom, hogy. Odvas a nyaligátor szó az Üvegtigris című filmben hangzott el. Egy szeretőt illettek ilyen névvel, tényleg? Az igen. Hát nem tudtam, nem néztem. De köszöntjük. Á, és aha, aha. Értem. Itt erre nincs semmi, erre kell mennünk. Használom az eszem, akkor talán tovább jutunk. Hogy nem? Hát persze! Fúj, de rohadtul elegem van ezekből a feltámadó rohadvány zombikból. Gondoltam, megkéselem, de hát nem jött össze. De elegem van már belőled. Egy lőszerem maradt, erről is te tehetsz. Nem használtuk el a kést, de fura. Azt hittem el fogjuk használni. Erre voltunk? Mi ez? Kombinált, jó, az is valami, több mint a semmi. Nem tetszik ez nekem. Mi van? Mi a jó... Mi van? Jó, nézzünk el erre. Én már nem tudom, mi van. Hova? Miért? Merre? Most itt miért mennék vissza? Hú, gyerekek, kicsit elveszítettem. Tárcsán zár. Annak nem tudjuk a kódját. Kicsit elveszítettem a dolgokat. Egy pötyikét. Egy icipicikét. Ezzel még sajnos nem tudunk mit kezdeni. Ide... Ja, azért tudunk csak feljönni, hogyha ki tudnánk nyitni. Továbbra is, ha valaki tudja ennek az árnak, hogy nyitját, akkor tőlem jöhet az info, mert jól jönne nekünk minden loot is. Tehát az jöhet. Tehát akkor... Rossz irányba mentem. Erre... Erre... Ha megint fel kell az a zombi, én nem tudom, mit csinálok. Én nem tudom, mit csinálok. Jó, Leo, nem foglalkozom vele, hogy nem érzed jól magad. Vannak ilyen időszakok. Szét kéne valahogy robbantani a fejét. Így utólag, ha levágjuk a fejét. Akkor talán nem kell fel? Ez egy használható ötletnek tűnik. Uff, csak nem kicsit használódik tőle a késünk. Jó, mégsem annyira használhatós ötlet. Úristen, hány felé lehet menni? Ott is még el lehetett volna menni a másik irányba. Mindegy, amit mondtam, hogy ide nem akarok lejönni, nézzük meg. Nézzük meg. Mi baj lehet? Csak az lehet. Csak az lehet. Egy darab lőszerünk van. Ott egy növény. Persze.
Persze, hogy. Atya ég. Egyetértek. Azt a rohadt élet, mi van itt. Hát ez nem jó. Ezzel mi a túrót kezdjek? De komolyan. Egy darab lőszerrel? Már annyi se. Jó. Kettő is. Ez, gyerekek, ez egy baromság. Úgy van, te is másszál ki, akartam kérni. Léci. Hát, ez... Hát, keresem a szavakat. Nem találom. Még az a szerencsé, hogy még nem jelent meg a trapista. De biztos, hogy nem sokára megfog. Kombinál ezzel, ezt is kombináld. Azzal is, akkor minden jóság benne lesz. Ez nem tudjuk. Jó. Megvárom, amíg veszélyben leszünk. Nem használjuk el addig. Hát ez esélytelen. Királynő. Yes. Oppá. Haj, de meg be tudom helyezni. Na várja. Adjál már lőszert is, hogy full feleslegesen elpazaroljam. Jól van, Leon, tarts ki. Oh. Látjátok azt, amit én látok? Oda hozzáférek, mondd, hogy hozzáférek. Léci. Menjünk be. Mi kell ehhez? Add azt ide. Hát látom a vegyi lángszórót. Add azt ide. Szét akarok lángszórozni mindenkit is. Aha, itt valami bonyodalmasságoság lesz. Ez bezáródik. Ha ide helyezzük be a királynőt, akkor ezerre koncentrálok, gondolom továbbra is látjátok. Akkor nem tudom, mi történik, de nézzük majd meg mindjárt. Illetve... Pucsi. Nem baj az, hogy égetni lehet a lángszóróval. Nekem a szimpatikusnak tűnik, Térblan. Nekem a szimpatikusnak tűnik. Jaj. Hát ezt hogy kell kivitelezni? Vajon? Na? Ki gondolta volna, hogy megmozdul? Mindjárt megmondom, mivel öllek meg. Nagy büdös semmivel, nem nincs itt semmi. Aha, itt lesz valahol a megoldás kulcsa. Mert látjátok, itt le lehet esni. Ó, és itt van még egy királynő. Ugye? A királynő vagy. Na.
Rosszat nyomok? Rosszat nyomok. Hé. Király. Ja, hogy ő király. Hát ez nagyon király. Ugye megfejtjük. Hát. Robbanj fel, úgy. Hami nyami. Pontosan. Na, legalább ez békén hagy minket. Királynő. Király. Aha. Add ide. Azért ez. Jó. Utálni fogjátok már ezt a jó kis hangot a végére, de úgy örülök. Nyomva tartásával tüzelhetsz a lángszóróval. Minél tovább égetsz egy célpontot, annál nagyobb lángokat keltesz. Tetszik. Csak az nem tetszik, hogy minden limitált. Na, Bandinak meg megjavult a net. Ez mi volt? Itt valami mérgezés esti van? Furcsa volt. Jó, a királyt kiszedhetjük, hiszen megvan a lángszóró. Örülök, hogy megjavult a neted, Bandino. De hogy ezt hogy fogjuk megcsinálni, ezt még nem tudom. A királynő az kéne nekünk, azt valahogy el kéne magunkkal vinni, nem? Biztos, hogy de. Biztos, hogy de. Vagy nem? Szerintem de. Megbeszélem magammal. De. Ilyen balgaságot, mint ez. A király nem kell nekünk, a királynő az kell. Királynő. Hem. Mert ugye itt le tudunk esni. A királynő tuti kell. A király nem kell. Nem érteni. Próbálok rájönni, hogy tudnánk elvinni magunkkal a királynőt. Várjatok, felírtam. Igen, királynő kell nekünk. Ne nyögdés, cseljél már, na! Kombináljuk a másikkal is. Nem lehet kombinálni. De királynő. Kinyitjuk. Igen. Te ott mi vagy? Király! Jó, oké, akkor talán megvan. Tehát ide behelyezzük a királynőt. Jó, igen, tudjuk, használni szeretném, csak elnyomkodom. Igen, ide berakjuk a királyt. Igen, kivesszük a királynőt. Szuper. Csak mutasd azt a lángszorót. Ja. Szóljatok nyugodtan, már sok lenne a Blanka féle zombi denevérek, fókusok, meg mindenféle. Jó, kedves chat. Nyugodtan. Jó, akkor itt meg volt minden, ami kellett nekünk. Most már csak az vár ránk, hogy a három extra brutál zombi közül végig szambázzunk.
Én biztos, hogy többet ide-vissza nem jövök. De miért mutatja még nem késznek? Valamit, az azt jelenti, hogy valamit nem találtunk meg. Valahogy a királyt is ki kéne szedni, nem hiszem. A királyról nem volt szó. Vigyük el magunkkal a királyt is. És akkor így már okés lesz, ugye? Így kellett megoldani. Így kellett megoldani, jól van, akkor megvan minden, mind a két sakkfigura kellett. Vajon el tudok rohangászni köztük? Veszélyben vagyunk, egyél ilyet. Kussál! Baromság. És használjuk el a lángszoróinkat. Menj föl! Hol vagyok? Mindegy is az. Menjél! Húj, de utállak, te! Azt írja Bandi, hogy Jézusom, ez milyen játék, nagyon pornós. Forró a helyzet, az biztos. Meg igen, vannak benne nyögések. De ez a Resident Evil 2. De az biztos, hogy ezt sikerül végigvinnünk ezt a játékot. Így, hogy ilyen rohadt nehéz. Mert iszonyat nehéz. És merre kell mennem, mielőtt rossz felé kezdek el menni? És azt mondja, valamit nem találta meg. Nem érdekel! Nem érdekel! Vegyük vissza, ha én itt vissza sisikézek. Vagy ha erre zsizsikészek vissza? Na jó, nem tudom. Nem jegyeztem meg még ezt a helyet, hogy most merre kell menni. Ez Zsák utca. Oké, ezt megjegyeztem. Akkor nem erre. Kizárásos alapon. Tőlem kérdezted, Blanka, hogy van a sebem? Ja, itt a szemem mellett? Köszönöm szépen, már szerintem egész szépen meggyógyult. Szerencsére. Majd előbb-utóbb leesik a sepp, és akkor már nem fogja ott elrondítani.
vagyok ideges hangon, bekapcsolva. Nem érdekez, te szutyok. Nem érdekez. Én is ettől tökre megijedtem, Camino. Iszonyatosan megijesztett az a szutyok. Szemétláda. Még ennyire semmi nem ijesztett meg egy baj. És nagyon sok minden iszonyatosan megijesztett, de ez valami rettenetesen. Bocsánat, hogy ti is megijedtem. Mire? Készít ez a játék. Sok lőszer, ez is csak jót jelenthet. Vagy nem. Hú, gyerekek. Mikor írja, én befostam. Rejtek hely. Jó. Menjek vissza a rendőrös, és oda rakjam? Ez is biztos meg fog mozdulni. Azt add ide. Micsoda? Mit írsz? Lezúzusz, basszus, felugrottam a szomszédhoz meglesni, hogy mi a helyzet. Mi a helyzet? Aztán azt a... Így van. Szia, Sarah, bello, te mindig a legjobb pillanatokban tudsz érkezni, amikor mindig iszonyatosan rámozza valami a frász. De nem, Sarah, mindig akkor futsz be. Örülök, hogy tetszik hangom, mindjárt visszaállítom, mert... Hú, ez nagyon kiakasztott. Azt a rohadt élet, ez iszonyatosan megijesztett. Még mit ide térek magamhoz? És itt meg túl sok a loot, így biztos lesz valami. Haj, Leon, ne fújkáljál, én ijedtem meg, nem te. Nem akarok innen kimenni, itt biztonságos. Van itt... Mi van itt? Hol vagyok? Örülök, hogy tetszett a hang, de most már visszaállította. Ugye, mindjárt megnézem. Elméletileg most visszaállította. Nem térek magamhoz, na menjünk. Menjünk. Ez is biztos tud ajtót nyitni. Add azt ide. Megvan az összes ajtónyitó műtyűr. A gyerekek kikészített. Ide is be fognak tudni jönni ezek a ruhadékok? Fogadjunk. Nem ez, ez. Fú, azt a rohadt élet. Még mindig nem térek magamhoz. Bocs, gyerekek, mindjárt visszatérek. Magyarítás szóról nem mondjátok. Szekrény kódja SF! Szekrény kódja SF! Szekrény kódja SF! Ezt is felírjuk. SF. Yes! De jó, ezt tök, hogy csinálták? Tök ügyesek. A magyarítás készítői, azaz a szinkron készítői. Itt van készítők, firka, goatman, konyak, patyek. Megjelenés 2019. 10. hó 30-án jelent meg. De jó! Ennyi. Camino írja, majdnem infarktus kaptam. Sajnálom. Lezúzius is írja, hogy nagyon megijedtem, mehetek alsónacit cserélni. Köszi, ott van. Jó.
kész. Nem, nem fogjuk végig azon a hangon nyomni. Ó, itt el kell valamit tolni. De visszacseréltem a hangot, ugye? Ugye, megnézem. Hang, visszacserélte, jó van. Mert volt olyan, hogy beragadt valamelyik streamben egy jó ideig. Na, toljuk el a szekrényt. Mindent kinyitottunk, mindent felszedtünk, kicsit visszatértem. Iszonyatosan megijesztett az a rohadék zombi. Honnan jött az? Honnan? Nem volt az ott. Nem. Szóval visz. Hol a rákollóban vagyunk? Ez jöhet. Maglőszer, csak magunk nincsen. Ugye, mert ezt nem tudjuk sehova behelyezni. Ja. Kevesebb ijedést kérünk, kedves játék. Azt hittem, már vissza kell menni, jó van akkor. Hon vagyunk? Oh-oh, mit kell ehhez? Kérem azt a cuccost! Tetszetős! Nagyon tetszetős. Mindent is hozzá használok. Oh, add ide. Gonosz. Nem adja ide. Meglángszórózom. Amúgy mekkora hülyeség, hogy nem tudja feltörni. Kinek írod, Lezúziusz, hogy ha meg lesz neki a D4, akkor segítesz neki. Most nincs itt, akinek, aki szeretné majd megszerezni. Nem ugrik be a neve. Pedig itt van a nyelvemen. Leon, ne nyugdíjcselj. Zavarba hozod a nézőket. Hol a jó retek lábában vagyunk? Szerepnak? Nem is emlékeztem rá. Szerep? De is meg akartad szerezni a D4-et? Már lehet, hogy összekavarodnak az emlékeim. Hol a bánatos lófügyben vagyunk? Ismerős ez a hely, de nem vágom. Itt harcoltunk, szerintem. Hát tudjátok kivel, de én tök nem akarok erre menni. Mármint most miért hozott el erre? Jó, nem enged tovább, akkor csak rossz irányba jöttem. Mi van? Lezúziusz azt írja, hogy ha jól tudja, akkor Szeráp is meg akarja szerezni. Hogyha meg lenne, neki szétkockulná. Szerá, persze jól lenne, talán karácsony vagy jövőre. Akkor na, én erre nem emlékeztem. Bocsász, akkor lehet, hogy pont azt nem olvastam. Na, nagyon jó. Persze, Szerá, hogyha sikerül megszerezgetni és rákapsz, akkor Lezúziusz is segít meg. Én is nagyon szívesen, ugye azért is vannak az élők. D4 élők. Hova a... Visz ez a... Honnan vagyunk? Tökre elmegyünk onnan, ahol én beszeretném helyezni a sakkfigurákat. Most komolyan. Most szivatsz. Hogy jutottam én ide vissza?
És miért? De hát nem tudtam más felé jönni. Jó, biztos oka van. Arra tudok gondolni, hogy biztos oka van. Nagyon más sem tudok gondolni. Most visszajövünk a rendőről se. De miért? De miért? Most próbálom összerakni az agyamba, hogy fúra ott hagytuk végre ezt a rohadt rendőrösöt. És most erre visszakerülünk. Ez most komoly? Én értem, hogy van egy rohadt... Hol van? Fotófilm. Küldetéstárgy még hozzá. Rejtek hely felirat. Jó, nézzük meg. Addig marad a DSO, de már az is uncsi. Ó, kitartás, szeráb. Remélem, remélem meg lesz a D4. Most már kezd elegem lenni ebből a játékból. Ne haragudjatok, de tényleg. Egy hely volt, amit nem akartam látni soha többet, az ez. Ja, ezt a széfet, ezt pont ki tudtuk nyitni. Csöndben csak halkan. Rohadt undorító egy lény ez. Diablo Immortal, az egy jó ötlet. Tényleg szerep, az jó ötlet. De rohadt undorító. Mi áll ki a fenekéből? Már nem azért, de komolyan. És ha csöndben megyek? Persze! Ilyen baromságot, mint ez. Ezt nem hiszem el. Csá! Hova, gyerekek? Rejtek hely! Jó. És biztos, hogy fontos. Biztos. Jó, legalább elmentett. Tehát valahol, ahol telefon van, meg magnó. Valamilyen asztalon. Na, még a hangom is elmegy. Erről is a játék tehet. Immortált, ha lehetne, Szeráp írja, Lesusius pay to win, nagyon a game. Igen, igen, az tény is való, de azért sokan játszottak úgy, hogy ráköltés nélkül, és mégis tudtak előre haladni, csak lassabb. Én ezeket láttam, meg tudom, meg azt hiszem papi is immortálozott, és ő is tök jól el volt vele, meg még Nightwolf immortálozott tök sokat. Na, őt már mondjuk rég láttuk. Jó... Csak ezért jöttünk el, hogy megnézzük ezt a rohadt rejtek helyet. Jaj, de jó! Repesek!
De hú, fúra nem érdekel, hogy jutok vissza? Most vissza kell mennem a mély garázsba. Ez egy baromság, ne haragudj, de most komolyan, ez egy baromság. Hát ez egy... Hogy jutok vissza a mély garázsba? Gőzöm nincs. Emlékszik már, tudjátok ki. Talán erre? Gőzöm nincs. Meg nem mondom. És kimegyek, és itt lesznek ezek a nyinyörkék. De elméltek, a csöndben vagyok, amúgy nem kéne, hogy észrevegyenek. Itt nincs telefon, vagy mi volt a másik? Telefon, meg magnó. Telefon és magnó. Baromság. Há? Ne. Ó, telefon. Telefon van, de ez nem a képen látható helyzet. Ajajajajajaj. Most hogy a viharba jutok vissza a mély garázsba, vagy egyáltalán hogy? Komolyan ezért kellett visszajön. Biztos szét tudnám lootolni magam. De franc akarja, amikor nem lehet normálisan megölni ezeket az izéket. Én lelépek. Nézzük meg, le tudok lépni. Hogy tudok visszamenni? Krisz írja, én az immortállal akkor játszom, amikor még... Akkor játszottam, amikor még... Ah, pont kitakarja a szívecske. Béta volt, talán azt írod? Szerintem addig jó ötlet, de szerep. Próbált ki, annyit mindenképp megér. Jaj, gyerekek, most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elvesztettem a fonalat. Nem akarok visszamenni a rendőrös. Itt jöttünk. Mi van? Mi van? Igen, lefelé volt valami. Föld alá vezető lépcső. Speciális fegyvertároló. Mi? 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 Ilyen speciális fegyvertároló. Béta, aha, most így látom. Köszi, Krisz. És neked milyen volt az immortálság? Speciális fegyvertároló. Hol? Miről beszél ez? Ja, ez! Oh, jó, ezzel még nem tudok mit kezdeni. Még mindig nem tudok vele mit kezdeni. Biztos meg lehetne hozzá találni. Valahol, ha visszamegyük a rendőrösen a nyitókáját, de nem érdekel. Vigyél vissza, haladjunk a történettel, vagy valami. Ezt minek hozták össze ezt a három helyet? Nem érdekel annyira, hogy visszamegyek a rendőrös és ott bandukoljak. Nincs az az Isten.
nem tudom, hova megyünk. Vissza akarok jutni, berakni a sakkfigurákat és haladni. Ennyi. Ide menekültünk be valami elől. Melyik fog megmozdulni, és melyik hozza rám a szívbajt megint? Persze. Meg a tudod kinek, a tudod miét. Ne! Csákutca! Te, nekem van! Francba. Nem használok feleslegesen lőszert, nem. Egyáltalán erre kell mennem? Taranyos! Nicole írja, hogy úgy megijedt, hogy majdnem leégettem a putlinkon. Oj, az nem ért volna annyit. Itt, ha visszamegyek, és ha arra megyek, de azért kicsit megnyugtott, hogy nem csak én ijedtem halálra. Mondjuk igen, nektek is ijesztő lehet, hogy ha egyszer csak belesikítok a fületekbe, nem kicsit, hanem nagyon. Igen. Tudom, hol vagyunk. Tudom. Nem, valóban nem könnyű ez a játék. Ez így igaz. Biztos, hogy nem fog leállni veled. Jó felé megyek. Yes! Végre megtaláltam az utam. Juhi! Blanka írja, 10 per 10-es a nehézség. Hát igen, az tuti. Nicole megírja, á, de hogy olyan lágy hangod van olyankor, mint a légvédelmi szirén. Én ezt így nem lehet, nem. Ez jó. Igen, igen, ez az, legalább itt vagyunk. Itt vagyunk. Mi nagyon-nagyon megboldogult angyalok. Bástya és a huszár ugyanazon a falon vannak. Bástya és huszár. Huszár, bástya. Ez a bástya, ugye? Vagy már franc sem emlékszik. Mi van nálam? Király van? Királynő? Várjál, őt még meg kell vizsgálni, hogy te melyik vagy, bástya. Bástya és a huszár, tehát ide jön tudjátok mi? A bástya. Mert hogy ugyanazon a falon vannak. Bástya és a huszár, igen. A király... Na várjál. Mutasd? A futó, valamint a királynő nem egymás mellett vannak. Futó... Valamint a királynő nem egymás mellett vannak. A királynő és a bástya pedig egymással szemben voltak. Bástya, királynő. A
királynő és a bástya pedig egymással szemben voltak. De ez a bástya, nem? Akkor nem jó. Közben ezt el lehet dobni. Várjál. Akkor lehet elrontottam? Lehet elrontottam. Na várjatok, elemezzük még egyszer. Ki akaszt ez a játék még mindig? A bástya és a huszár ugyanazon a falon van. A huszár itt van. A bástyát ide helyeztem be, ezt majd mindjárt kitaláljuk, hogy jó-e. A királynő és a bástya pedig egymással szemben voltak. Ide a gyalogvaló, odafel is van írva, tehát akkor csak elrontottam. Tehát akkor ezt a kettőt ki kell cserélni. Bástya. Királynő. És király. Ez az! Ez az! Yes! Yes! Mentsünk már előtte egyet. Én nem tudom hány mentést készítettem ide. Ezt a maglőszert megrakjuk-e, úgyse tudjuk használni. Sajnos. Éhé. Nem sok mindenünk van, azt megerősíthetjük. Köszi a GG-ket, Lezúziusz és Nicole, köszöntjű. Na, mentsük meg Édát. Egyszer mi dobjuk ki magunkat. Vagy, na, amit értitek. Ajjaj. Zöld növényt is kapunk. Mire számíthatunk vajon? Ezt is tudjuk még? Nem, ezt nem tudjuk, csak vöröset tudjuk kombinálni. Várjál, mielőtt megmentjük Édát, körül kéne nézni. Ő áram ellát. Vörös növény. Kombinál, úgy. Nagyon kombinatórika vagyok ma. Már menj kint, ezt már elsütötted egyszer, játék. Ezt már elsütötted egyszer. És ott úgy volt, így volt jó, azt hiszem, az állás. Ez nagyon picit mozdít rajta. Ez jó sokat, de csak az elsőn. Yes! Az IQ újból megnyilatkozott vala. Na jó. Legalább ezek benne, kameragyilkolászás nem. Jó, de az azért, mert te vad lőszert a játék, mert smucig ez a játék. Smucig. Jézusom! Én ezt nem bírom. Komolyan mondom. Ezt ki tudja elviselni, ezt a folyamatos ijeszgetést. És mit csináljak ezzel a karommal? Érdemes belelőni, vagy nem érdemes? Ez ilyen bal...
egyet. Mégis mit csináljak veled? Szerintem semmit, nem? Gőzöm nincs. Most mégis mit kéne? Aha, ennyi volt ebben. Persze. Figyelj, beszéljük meg, hogy te itt maradsz és bennéksz, én meg elhúzok. És nem érdekelsz. Ja, aha. Megint sok lőszerem van természetesen. Éda, gyere, ments meg! Csodálatos. Azt vedd föl, az kelleni fog. Mit csinálok most? Mit csinálok most? Mit csináljak most? Az... Hát nem hiszem el. Persze. Rengeteg lőszerem van, mondhatnám, de nem igaz. Mi a túrót kéne most csinálnom? Dögölj meg, te rohadék! A daru kell ide. Jó, a daru, oké, nyomom. Most elkaplak. Adjad neki. Ott itt van valami. Gyerünk, 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 daru! Gyere már, daru! Gyere már a rohadt életbe, de ilyen rohadt lassan! Ez az. Ez most komoly. Ez most komoly. Ez... Tehát akkor megint valószínűleg nem kellett volna lőnöm, mi? Hát élet már. Nem tudok ebbe se töltényt rakni. Ebbe van 6, azt ennyike. És ennyi volt a lőszerem. Hát ezt nem hiszem el. Csináljuk. Gyere, jön a daru. Én majd elfutok előle, nem tudok egyszerűen jobban. Gyerünk, gyerünk. Vagy nem futok el! Megint full feleslegesen lődöztem amúgy. Vagy... Ennyi lőszerre rakott vissza? Kösz. Tényleg pont elég lesz. Ja nem. Ez hogy? Docsolni se lehet itt ebbe a játékba normálisan. Jó. Gyere ide a darúhoz, gyere, 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 gyere. Én futok, te gyere. Jó, nem futok.
Kikészülök. Hagyjál végén a könnyű játékkal. Eddig szenvedtem. Nem fogok könnyű játékra menni ezek után. Majd amikor már még ennél jobban kikészülök. Majd akkor talán. De csodálatos ez a játék. Olyan nagyon csodálatos ez a játék. Nagyon-nagyon csodálatos. De hogy kerüljem? Hogy toncsoljam ki? Érted? Hogy? De nem lehet. Ez egy... Daru! Daru! Gyerünk! Gyerünk, Daru! Ez rohadt lassú ez a Daru. Addigra föl kell. Adjad neki! De az előbb is visszamászott a rohadék. Most is visszamászik. Be van nagyon indulolva. És mit, hogy csináljam? Azzal a kemény 8 töltényjel? Most már csak ősz. 3, 2... Én nem csináljuk. Tudom. Ez az. Úgy, hogy megint nulla töltényem maradt. Dögölj meg, dögölj meg. Dögölj meg, legyél szíves. Köszönöm. Gyerekek, megint úgy, hogy az utolsó... Ah, most láttam utoljára. Az utolsó golyómat is elhasználtam, hát én kikészülök. Kikészülök ettől a játéktól, de attól még... D. Roland írja, hogy kíváncsi leszek, hogy mikor kerül elő a némber. Hát őt próbálnánk megmenteni. Hát ez... Köszi a Gigi-t, Lesúzius, köszöntjük! Hát ez botrány, amit folyik. Köszi, T. Roland, a Gigi-t! Ez egy tényleg rohadt nehéz játék. Hol a low túróban vagyunk már megint? Ja, meg kell mentenünk a csajt. Jó, jó, oké, megvan, megvan. Köszi a Nikola Gigi-t, köszöntjük! Na gyere, csajszi! T. Roland hiányod! Ada! Ada, hol vagy? Itt vagyok! Ada! Percre már aggódtam. Na? Nem tudtam kiszedni. Nem tudom, talán ha megpróbálnám. Csak csináld, így nem tudok járni. Az igen. Ez fájni okay. fog. Ez fájni fog. Ennyire? Kitartás. Ezt máskor is elővehetnéd. A betadint. Szóval, most mi legyen? Mind a kettő meg van sebesülve. Húzzunk innen.
amíg még tudsz. Tetszik. Nem foglak csak úgy itt hagyni. Így nem. Na már ezt a csajt is fel akarja szedni. A helyzet rosszabb, mint gondoltam. Ilyen könnyedén nem rázol le. Na, mondom. Megvédtél. Most én jövök. Nem gondoltam volna, hogy számoljuk. Hát, Éda többször mentett meg minket. De nem azért. Ne olyan hevesen újont. Oké, csak segíteni próbálok. Ja, kapaszkodj a fájós válladba, ügyes. Segíteni akarsz? A fészekbe kell jutnunk. Biztos, hogy oda nem megyünk. Az Umbrella laborja, pont alattunk van. Annette kikutyogta. Ott vannak a vírus minták. Készen állsz erre? Nem. Talán nem. Tudok rá időt szakítani. Rajta. Talán tudok rá időt nincs szakítani. Jófúj! Agymenés! Lezúziusz írja, érzed már a szív szavát. Hú, ez biztos így van. Ez a csuklópánt a belépőnk. Ja, tényleg. Honnan van? Kölcsön vettem. Különben is. Mindjárt ott vagyunk. Szerintetek is a fenekét nézi? Fura úgy néz ki. Hát nem, tökre úgy néz ki. Ez az átkozott láb. Hogy segítsek? Nem. Csak rosszabbul érezném magam. De hogy elvetette magát? Ez az átkozott láb! Hogy van a vállad? Rosszabbul, ahogy kinéz. Micsoda páros. Mindketten fél lábbal a sírban. Én már jó párszor megjártam a sírt. Éda, ha te azt tudnád... Itt vagyok mögötted, hogy megvédelek a nulla darab töltényemmel. Várjál! Ezzel mi baja van, mutatom. Azt mondja Lezúziusz. Hadig, befűzi a csajomat! Ez elvisz minket, ahová Camino kell. Írja, bimbózik a romantika. Igen, igen. Na, egyszerre két csajt is fel akarsz szedni. Claire-t is, meg Édát is. Miért tartok attól, hogy itt is lesz valami? Várjál, mielőtt elindítanád. Körbe kell nézni. Ezzel csak lefelé mehetünk. Jó. Szóval készülj fel, Leon. Azt mondja, készüljek fel. Vajon nulla darab töltényemmel felkészülök, az jó lesz? Figyelj, ha lemegyünk és lent is gáz dolgok várnak, én kilépek a játékból. Komolyan, mi más csináljak? A felvonó a fészekhez megy. Nincs kiszállás a végállomásig. Robbantsuk fel az egész helyet. Nem várom meg, hogy az FBI rajta üssön az Umbrellán és a törvény elé állítsa őket. Egyetértek, de tisztázzuk. Neked erre nincs felhatalmazásod. Ez egy szövetségi ügy. Miután megszereztük a G-vírust, saját magam viszem vissza. Fel kell robbantani. Nem kell visszavinni. Bízol bennem? Nem. Nem bízok benned. És te? Őszintén. Ha nem bíznék, már halott lennél. Igaz. Úgy gondoltam, kell a segítséged, és igazam volt. Ha megszerzed a G-vírust, biztosíthatlak, hogy ami itt történt, soha nem ismétlődik meg. Aha, gondolom. Te magad mondtad. Ez egy szövetségi. Leon, nézd rám! Jelenleg csak teher vagyok. Ha be akarom ezt fejezni, te vagy az utolsó reményem. Nem hagyhatlak csak úgy itt. Mi van, ha megtámadnak, ha segítségre szállt? Azt a felszedtük az első csajt! Miattam ne aggódj. Ne már. Be kell ezt fejeznem. És szeretnélek újra látni. A kis csintalan. Nem, bízz bennem. Nagyon csintalan. Érkezés a fészekhez. Ej, Éda. Ha ezt Claire megtudja. Kérlek, nincs sok időnk. Erre szükséged lesz.
Rendben. Leon. Számítok rád. És addig tudom. Ő itt fog ülni a kabinban. Persze. Mindjárt el is hiszem. Nikol írja, ó, foglalt le. Azonosító csuklópán. Csodálatos. Na, kaptunk megint egy új achievementet. Én akkor is örülni fogok, hogy idáig eljutottunk. Mit szóltok? Itt egy láda, de hol a mentési pont? Mag lőszer az, amit nem tudunk használni. Csatorna kulcs. Ez mi kellhet? Van se tudja. Smacula! Éda vagyok, Lin. Én meg... Mi? Én meg a tiéd. De mi az a Lin? Ja, hogy Leon, jó? Azaz, azaz, Lesúzius. Háj. Itt volt egy automatikus mentési pont. De komolyan nulla lőszerrel mi a túrót kezdjünk? Mi várhat ránk a fészerben? Csak a legrosszabbra lehet számítani szerintem. Jó. A saját biztonsága érdekében álljon távolabb, amíg az ajtók kinyílnak. Oké. A saját biztonsága érdekében álljon távolabb, amíg az ajtók kinyílnak. A saját biztonsága érdekében álljon távolabb, amíg az ajtók kinyílnak. Üdvözöljük a fészekben. Kellemes időtöltés. Umbrella Corporation. Jaj, jaj. Okay. Vajon merre lehet a... Pihenő szoba, belépési napló. Ez nekünk vajon miért lesz fontos, hogy ki mikor távozott? Wayne Lee még bent van. Gondolom ezért lesz nekünk fontos. Basszus. Mi fészert mondtam? Nikol. G-vírus. Á, itt van egy mentési pont. Mentsünk! Mi baj lehet belőle? Tényleg? Tényleg fészert mondtam? Biztonsági szoba. Tetszik a neve. Olyan, úgy hangzik, hogy itt sok-sok... Ah, ez az töltény. Fú, gyerekek, 4 töltényen megváltjuk a világot. Azzal a nem tudom hány töltényünkkel megöltük azt a szemes borzadalmat. Nem engedi, hogy laptopozzunk. Se az, hogy lepihenjünk egy picit. A mikróba se tehetünk különböző lekvárokat. Igen. Kutató labor északi területének térképe. Éhé. Ez megint egy rohadt nagy hely lesz, mi? Biztos. Tele förmedvényekkel. Milyen förmedvényt rakhat még elénk? 4 darab lőszerrel. 4 darabban. Na folytassuk az utunkat a fészerben. Hát, a biztonsági szoba egy ratyi volt. Jó. Csak felhatalmazott személyek haladhatnak át. Vendégek nem léphetnek be. Most szivatsz. Most szivat mi? Itt akkor még valamit kihagyhat. Vagy nem? Aha, hogy oda kell bemennünk az eret. Ezt nem is vettem észre, hogy itt is van egy ajtó. Oh-oh. Jaj, jaj. Ez így igaz. Ez nagyon eltaláltad, Lesúzius. Pont ugyanezt érzem. Azt írja,
Na csaje, ebből baj lesz. Pont ezt érzem. Teljesen leírtad. Itt megint rám fogja valami hozni a szívbajt, és előre benned van a félsz, és még jobban meg fog kijedni, mint szeretnék. Ott. Ott van egy. Jajjaj. Nem megyünk be még az étkezdébe. De valószínűleg be fog kelleni menni. Csak felhatalmazott személyek haladhatnak át. Vendégek nem léphetnek. Csönd legyen! Ez kettő hang, ez még több hang. Ó, ez a tudjátok mihez van? Ó-ó. Persze. És még van, ezt most komolyan mondod? Kóstolja meg egészséges ételválasztékunkat, nem élet. Ott most szedd össze magad. Nem megy. Ez az. Kézi fegyverlőszer. Yeah, yeah, yeah. De kapsz egy shotit a fejedbe, hogy lenyugodjál. Na. Umbrella menza. Ne ijeszgessé, ajtó. Jó, igen. Igen. De oda hogy megyek be? Aha, aha. Várjál, le tudom... Le. Vágni, hogy ne használjak lőszert, ez az. Jó. Akkor csak a lépcsőn tudok itt felmenni, nem tudok átmenni a... Nem tudok még átmenni a konyhába, jó? Jaj... Micsoda? Jó van, mindjárt megkóstoljuk, odvasva éppen most süti hozzá a húst. Meglettek pirítva a kicsikék. Legalább annyi. Mert jobb, lehet jobb lett volna elrakni a lőszer, de hát négyet nem lehet kikerülni. Vagyis biztos ki lehet, akkor meg... Itt valaki éppen hamburgert készített rántottával. Meg pirítóssal. Ja. Add azt ide. Várjál. Ezt össze tudom kombinálni. Ez. Oh, yeah. Na. Úgy. Ez az. Ez az. 24 lőszerünk. Mikor volt utoljára 24 lőszerünk? Hát nem most. Zombi hami, picsíri, ez lesz úszíusz. Ó, egy kés is. A kis kés itt neki. És így megállt enged, érdekes. Szia! Leléptem. Leléptem. Nekem ez nem tetszik. Ó, elektronikus chip, add ide. Ez még jól jöhet. Általános szintű személyzeti hozzáféréssel, yes. Ezt amúgy tudjuk ötvözni ezzel. Juppi. Juppi.
Szabályzó lángszóró. Vács. Egyedi alkatrész a lángszóróhoz, korlátozza a folyékony üzemanyagot és szűkíti a gázfelhasználást, ezzel lehetővé téve a hosszabb ideig tartó lángszórást. Ezt előbb is odaadhatod volna, de örülünk neki. Juppi, ott is van rajta! Vegyi lángszóró, yes! Upgrade! Üres. Muff! Jól van! Oda van írva. Na, megnézzük a muffot. Nézzük át. Igen? Mit kéne a muffba belerakni? The three? Jaj. Nincs muffhoz valók. Jaj, kész, kikészít ez a játék. Legalább ilyen rotyi poénokkal elütöm az időt. Most már be fogunk tudni haladni a bigyókába. Csak az utunkat állja Emekoma. Hát ez remek. Most már nem állja az utunkat. Na kérem. Szépen. Most akkor át tudunk. Cartwright biztonsági főnök kéri, hogy sürgősen jelenjen meg a keleti területen. Igenis. Ja, meg gondolom, az van nálunk. Mi a tosz? Mi a toszmosz? Hűnye. Ezt robbantsuk fel. Mind az egészet. Különleges erők felvétele. Alfa szellemnek a célpont átment a nyugati területre. Meg kell szerezni a G-vírust. Ah, most miért nem működik a voice mode? Erre is van egy tök jó hangom. Mindegy. Nem akarja. Itt szellem, értettem. Találkozási pont a V3-nál. Vettem. Itt alfa, elértem a célhelyt. Értettem, várok a célpontra. Szemmel tartom a célpontot. Készül felnyitni a széfet. Várja a jelet. Tartsátok a szemeteket a G-víruson. Tehát valaki megpróbált ellopni a G-vírust. De... ki? De igen. Várja a jelet. Bemegyünk. Birkin doktor maga most szép csendben velünk jön. Tehát Birkin... Birkin az Anett, vagy nem Anett? A G-vírus a nyugati területen van. Vettem. Birkin... Nem tudom, hogy mi volt a vezeték neve. Le akar esni az egyik lámpácskám. Azt mondja, Lezúziusz, a live végére már tényleg 18-as karikát ki kell rakni. De hát... De hát igen. A nyugati, tehát a West fog kelleni nekünk, ugye? Ugye azt mondta? Tuti azt mondta. Nyugati terület. Ja. Ja, gyerekek, szurkoljatok, értem. Mert én nem tudom, mi vár ránk itt lenn. Nagyon érdekes kis helyszín ez. Biztos, hogy nem lesz olyan egyszerű eljutni oda, de nem. Ez tipik lenne. Mi ez a hely? Vezetőszintű engedély kell a híd használatához. Na hát, ki gondolta volna?
Fejleszt az azonosító csuklópántodat. Na hát, és ezt meg tudjuk használni. Biztos full nyug is lesz, semmi zombi nem fog ránk támadni. Nem furcsa. Előtér. Zöld növény. Jaj, még a növényekt is megijedek. Ez kombinált azzal. Ó, mentési pont, jó, akkor itt nyugi van. Mentési pontok nem mindig nyugi van. Jó, ez nálunk lehet. Szerintem az a kulcs, az nem fog kelleni, mert az a csatornába kellett. Maradjon nálunk két kis, nem foglal annyi helyet, az nem gáz. Valami itt még, jöhetne még lútocska. Odvasnak kérünk lútocska, lútocska, lútocska. Van ott injekció is. Minden is van. Várjátok, két felé lehet menni. De mutatja. Még a térkép, na majd fogja mutatni. És mi ez a visszaszámlálás itt? Ajaj, ez biztos be fog indulni. Ide a rozsdás bököt, ahogy mondani szokták egyesek. Mi a toszmosz? Mi... A jó rákos lótúró folyik itt. Jaj, ne, Krisz, ne mondd! A trapistát ne mondd! Júj, ne! Csak azt ne! De igazad van. Éda találkozott vele, aztán megint eltűnt. Biztos akarok én arra menni? Vezetőszintű engedély kell a számítógéphez. Jaj, Istenem. Biztos akarok én arra menni? Persze. Menjünk be oda, ahol meghalt a koma. Ez még rimmelt is. Ilyen Jézusom. Baromságot. Mi történt itt? Ez az, amit nem szeretnék megtudni, de biztos megtudjuk. Jaj, gyerekek, tuti rám fogja valami hozni a frászia, de már idő van. Majd a következő streamnél. Majd a következő streamnél. Hol volt a mentési pont? Itt van. Majd a következő streamnél megnézzük. Így van. Na. Na. Hát, ja, hogy is foglaljam össze a mai napot? Született pár szerintem legjobb pillanatos dolog, amit majd vissza fogok nézni, mert csak arra emlékszem, még mindig érzem itt a szívemben, hogy iszonyatosan megijedtem. Mennyi lehetett akkor a pulzusom, te jó ég? De komolyan érzem még itt, hogy így tudjátok, mint amikor így valami nagyon megterhel, azt érzem. Lezúziusz írja, ne, de kár! Hát ez olyan kicsit, mint amikor a filmeknél van a reklám, tudjátok, a nagy dolgok előtt a reklám. Téről a gyóék tudja, hogy mit műveltek ezek a nyomi laboránsok. Hát igen, itt valamit nagyon elszámítottak, és ahelyett, hogy valami olyan katonát hoztak volna létre, vagy bármi, amit felhasználhattak volna, egy brutális vírust, ami mindenkit is megöl, mindenki átváltozik egy undorító valamivé, és széteszi a lelkünket is. Lezúziusz írja, néztem volna még. Cukik vagytok, mert nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien tartottátok bennem a lelket. Azért bocsi, hogy rátok hoztam a frászt, azért tényleg bocsi. Hát ezt vissza fogom nézni, azt a mindenit. Hát már nagyon sok mindent megtudtunk a sztoriról. Anett nem jó arc.
nem akarja, hogy magunkévá tegyük a G-vírust. Felszedtük Édát. Játszottunk is Édával. Ez így jól hangzik, ez utána mondat után. Ezt nem hiszem el. Ez majd ilyen, na. Tehát, hogy használtuk a testét. Na jó, hagyjuk! Hagyjuk a fenébe! Értitek, mire gondolok? Hagyjuk! Á, Istenkém! Kamino írja, hát én is jól beszartam. Jaj, szép! Köszönöm szépen, hogy tényleg velem voltatok, és tartottátok bennem a lelket. Nagyot haladtunk ma. Azért én megint azt tudom mondani, hogy nagyon durva, hogy úgy sikerült megölni ezt a szemeset, hogy utána nulla lőszerünk maradt. Az szerintem rohadt nagy volt. Az hatalmas pillanat volt. Azon kívül úgy, hogy tök rosszul játszom ezt a játékot, de tényleg nem szedek fel nagyon sok mindent. Alig van lőszerünk meg gyógyító, akár mi mégis haladunk. Előbb-utóbb megtudjuk, mi lesz ennek a vége. Remélem inkább utóbb, mármint, hogy előbb. Igen, előbb. Tehát nem sokára remélem már a végére érünk, és elmondhatom magamról azt, hogy megcsináltuk, pedig nem egyszerű, és a játék ma már kétszer is felajánlotta, hogy te hülye, ha ennyire nem megy, váltsál könnyű játékmódra, de nem, ha már ennyit szenvedtem, nem, még nem, még kitartok. Tehát így, azt mondja, még plusz info, szerintem vagy ma, vagy holnap felrakom a szavazást a D4-jel kapcsolatban, amit tegnap említettem nektek, tehát majd szavazgathattok a YouTube közösség fülén. Jövő hétre más terveztem, de úgy fest, hogy akkor még van ebbe a játékba egy rész, de ezt majd átgondolom. Vasárnap meg fogjátok látni ugye a YouTube közösség fülén és a Discordon is a jövő heti menetrendet, hogy mivel fogunk játszani. A Diablo 4-el biztos, Residenttel is kéne, tehát az is valószínűleg bent lesz. Aztán meglátom, hogy amit kitaláltam, hogy az befér-e még pluszba, de majd kiderül. Tehát nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és ilyen aktívak voltatok, és ilyen sokat írtatok, meg minden. Jaj, pihenjünk ezután egy jót, és mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok, és szép éjszakát, jó estét, jó vacsorázást, és köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!